A kispályás futballt azért tartják a foci egyik legszórakoztatóbb ágának, mert egyrészt visszaadja a nagypályás futball varázsát. Pörgős rövid meccsek, sok akció és még több nevetés. A szekszárdi kispályás amatőr bajnokság is az ilyen tornák közé tartozott. Azonban most nem a játékon volt a hangsúly. Az idén lezárult, az első három csapat pedig megkapta jól megérdemelt jutalmát, az érmeket. A szervezők azt mondták, hogy sikeresnek mondható a kispályás teremtorna, a céljuk pedig egyre több csapat szerepeltetése a bajnokságban. Mondhatjuk azt, hogy a szokásos rend szerint szerveztük és bonyolódott a városi kispályás bajnokság. Ugye a bajnokságnak az alapvető célja az az, hogy amatőr csapatoknak a lehető legtöbb játék lehetőséget biztosítsunk az őszi és tavaszi forduló során. Ugye most 12 csapattal rendeztük a városi bajnokságot. Természetesen a cél és a szándék az az, hogy ez a csapatszám és a bajnokságban résztvevő játékosok száma évről évre nőjön. Egyébként ez a 12 csapat sem kevés, hiszen minden csapat 20 fővel nevez a bajnokság, ez azt jelenti, hogy 240 amatőr labdarúgó az, aki hetente kétszer sportol nálunk a pályán. Tehát még egyszer, alapvetően a cél az az, hogy minél többen játék lehetőséghez jussanak. Természetesen aztán, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor a csapatokat eléri a játék heve, és nagyon komoly és parázs mérkőzések vannak, meglehetősen magas színvonalon, úgyhogy én ezúton is gratulálok a csapatoknak, és köszönöm szépen, hogy idén is részt vettek a bajnokságon. A harmadik csapat a Várköz csapata lett a tornán, ami szinte csak rendőrökből áll. A csapat a szezon elején nem erre a helyezésre számított, azt mondták, meglepetésként érte őket a harmadik hely. Azt hiszem, hogy idén túl teljesítettük az elvártat, amit az elején terveztünk. Harmadikak lettünk. Nem vártuk magunkat erre a helyre, meglepetés volt. Én gratulálok a csapatomnak, úgyhogy meg vagyok elégedve az idei szezonnal. A legnagyobb problémák mindig azzal adódtak, hogy megfelelő létszámba ki tudjunk állni. Egy-két meccs miatt el is maradt, de amikor ott voltunk, akkor hoztuk, ami tőlünk elvárható. A második helyezett csapat csupán egyetlen vereséget szenvedett az egész idény alatt. A D-Logisztik csapatát csak az első együttes tudta legyőzni a szezon elején. A csapatom idei idénye azért nem sikerült annyira jól, mint ahogy azt mi terveztük, de egyetlen egy vereséget szenvedtünk a bajnoktól, és kettő döntetlent. Nagy szerepet játszott a játékunkban az, hogy elfáradtunk. Ugye nem csak a kispályán játszunk, hanem egyéb más bajnokságban is részt vesz a csapat nagy része, és ez érezhető volt, egy kicsit elfáradtunk a végére. A teremfoci bajnokságot a Ferro Patent csapata nyerte meg. A fiúk az idény összes mérkőzését megnyerték, 11 győzelmet bezsebelve. Azt mondták, korábban is készültek arra, hogy megnyerjék a bajnokságot, és örülnek annak, hogy idén ez összejött nekik. Egész jó volt, jól mentünk szerintem, tehát nem tudom, megvoltunk, volt cserénk, aztán hát kijött a lépés nekünk, ennyi volt igazából szerintem. Elsők lettünk, sikerült nyerni. Ez a legjobb, amióta játszunk ezen a városon egy pár szezon óta. A szekszárdi bajnokságban több mint 200 játékos lépett pályára. Ez is jelzi, hogy a kispályás foci nem veszít a varázsából, még az idősebb korosztályban sem. Dobolástól és szurkolástól volt hangos, három napon keresztül Faddombori. Az ország sárkányhajósai randevúztak itt a 17. Magyar Sárkányhajó Bajnokságon. A többnapos versenyen 21 legénység szállt vízre, különböző távokon és kategóriákban. Most már közel 10 éve itt rendezzük mindig Faddomboriba ezt a versenyt, nagyon szeretjük ezt a helyszínt. Jó emlékekkel jövünk ide vissza mindig. Nagyon, nagyon vendégszeretőek itt a faddiak, úgyhogy ezt itt szeretném mindjárt tolmácsolni felük a köszönetet is. A versenyen egyébként 21 legénység versenyez. A verseny az 2,5 napos, ugye pénteken voltak a hosszú távú versenyek, a 2000 méterek, ami körpályán volt.
Szombaton volt a 200 méter, ma vasárnap pedig az 500 méteres futamok vannak, ezt ugye 6 párhuzamos pályán rendezzük. A különböző kategóriákban indultak ezek a csapatok, ugye van a úgynevezett premier kategória, ami a legerősebb, azok a felnőttek, vannak U18-asaink, tehát ifjúságiak, és van két senior kategóriánk, A és B, ami azt jelenti, hogy a 40 év fölöttiek és az 50 év fölöttiek versenyeznek. Ugye a kategória, és hát a korosztályokon belül van még olyan, hogy open kategória, ahol a férfiak versenyeznek, van a női kategória, és van a vegyes, ahol azonos létszámban vannak a nők és a férfiak. Tolna megyét a helyi faddi sárkányhajósok képviselték, ők szabadidős egységgel vettek részt, de érkeztek az ország egész területéről versenyzők. Idén ez a magyar bajnokság nem válogató verseny. Ugye tavaly sokkal nagyobb tétje volt a magyar bajnokságnak, mert a szegedi világbajnokságra válogatott, és akkor azért létszámban is sokkal többen voltak, nagyobb volt a presztízs, a motiváció. Azért most ezen a magyar bajnokságon látszik az, hogy nincsen ez a feltétel, mert a világbajnokságon és az Európa bajnokságon, ahol indulunk, ott már előbb le kellett adni a nevezést jóval, úgyhogy ez már gyakorlatilag a tél folyamán eldőlt, hogy oda kik indulnak. A nemzetközi keret az már megvan, úgyhogy ez egyrészt összetartó ereje is a versenynek, a csapatnak. Maga a válogatott jó részét, tehát a 10 főből, 12 főből 9-et a mi klubunk ad, úgyhogy nyilván felkészülésben is hasznos. Alapvetően ez mégis azért a klubok versenye itthon, úgyhogy elsősorban a tétje az leginkább itthoni, a felkészülés szempontjából is fontos a világbajnokságra. Hát most már a 12. éve vagyok itt magyar bajnokságon, és minden évben nagyon szívesen jövünk, úgyhogy abszolút jó a víz is, kellően mélység is ezekhez a nagyhajókhoz, úgyhogy a környezet is minden évben szuper. Szélessége az adott, tehát abban nem igazán van különbség, mert nagyon fontos az, hogy a medernek a mélysége legyen elegendő, illetve kellő, illetve hogy a különböző pályák között ne legyen eltérés, tehát hogy ne legyen például az, hogy a szélső pálya sekélyebb, a közepe mélyebb, és akkor így előnyt jelentene valakinek. Itt nagyon jó egyforma a mélysége a víznek, és kellően széles is maga a víz, úgyhogy a parthoz sem kell túl közel menni.